és leszt is, az önmérhatásával folytatjuk most ünnepségünket, majd pedig a díjátadójával. Elsőként felkérem professzor dr. Marót Miklós akadémikus egyetemi tanár, hogy méltassa a díjazottat. Szakítva a vitkialakult hagyományokkal, felolvasom az előre megírt szöveget, abban a reményben, hogy így mindenképpen időkeretben belül maradok, és annak az árán, hogy a laudáció, amit minden írás nyilván rettenetesen száraz lesz. Tehát Major Balázs, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető docense, az ELTE-n végzett maradt történelem és régész szakma. Utóbb az olyan alakult szíriai régészképzésben is részt vett, hogy jobban megismerhesse Szíria útkori és középkori emlékeit. Később beszélgetéseim során kirajzolódott előttem, hogy Major Balázs szíriai tartózkodása során meglehetősen spártai körülmények között élt, és ez a kifejezés eufémizmus volt, hogy az átnyitott tudáshoz hozzájusson. Azaz a tárgy és az ország szeretete átsegítette olyan nehézségek elviselésén, amelyeket mások rövid távon sem vállaltak volna, és amelyekhez képest paradicsomi körülmények közt élő fiatalok adják el a Magyarországot, saját hazájukat, hogy másik keressék boldogságukat, mert ami itt van, az nem felel meg. A nehézségek vállalása azonban Major Balázs esetében, mivel a tanulmányait kemény munka követte, sőt, mint gyakran a kemény munkára szerencse is társul, később megtudtuk. Egyik tanára ugyanis, aki hallgatóként megismerte, és amit az események bizonyítják, megszerette és megtanulta becsülni, az illetékes szakminiszter helyettese lett, és ebből a hivatalból egyengedni tudta első lépéseit. Azaz Szíriában létrejött a fogadókészség Major Balázsnak a munkájára. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az nevezetében mint dr. Major Balázs de bölcsészként tudjuk, hogy senki sem lehet a székezető docens, aki amikor hogy doktor lenne, tehát megsporolom ezt a címet, ahogy ez bölcsészeti a szokás. Másrészt a kutató munkához pénz kell, és amint tudjuk, a magyar kutató ennek mindig szűkében van. Szerencsére ez időtájt alakult meg az Alicentről közel-kelet kutatási intézet Európai Kutatóiról, amely hála az állami támogatásnak meg tudta engedni magának, hogy filológiai beállítottsága ellenére és filológiai feladatai mellett finanszírozza Major Balázs szíriai kutatóinak elküldjeit, továbbá megvásároljon ahhoz szükséges néhány olyan eszközt is, amelyek egy filológiai intézetben is szükségesek lehetnek, hogy használhatók dolgok. A helyszíni kutatások tehát Tartus környékén elindulhattak, eleinte szerény feladatok megoldásáért és szerény körülmények között, de az első eredmények lassan meghozták gyümölcseiket, így Major Balázs egyre több munkatársat tudott maga mellé toporozni az egyre nagyobb és jelentősebb feladatok megoldásáért. Ez a fejlődés lassan elvezetett oda, hogy Magyarországról több főiskola és egyetem együttműködésének eredményeként egyre nagyobb csapat utazhatott rendszeresen Szíriába, részben csekély pénzügyi támogatással, részben a résztvevők önfinanszírozása révén, majd ez a magyar együttműködés kiszélesedett egy szíriai magyar együttműködésé. Az ásatások ugyanis jó alkalmat nyújtottak arra, hogy a magyar fiatalok maguk közé fogadjanak szíriai egyetemistákat, és így módon részesévé válva az egyetemi képzésének is. Sőt, utóbb, amikor már a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is támogatta anyagilag a témát, tanszékké szervezett a régészcsapat munkáját, lehetőség volt arra is, hogy szíriai hallgatók Magyarországon vegyenek részt nyári napokat. Ennek elsősorban azt tudja fölmérni az ugyát, aki látta, hogy Szíriában majdnem teljes épségben állnak az ókori vagy középkori épületek a földszínek alatt, miközben Magyarországon jobb esetben minden a föld alatt található, vagy ott sem, hanem a régészeknek az egykori épületeknek pusztán a föld elszíneződéséből kell következtetni. Azaz a külföldieknek mindenképpen új tapasztalat megismerkedni a magyarországi spekulatív régészettel, a szabad ezt a kifejezést szabadon alkalmaznom egy külföldi.
amely kialakult a szíriai emlékek kutatása körül, 15 szervezésének és kemény munkájának az eredménye. Ennek a 15 évnek köszönhetően Nagyobb Balázsnak a szerveződő fiatal régészekről és kutatókról álló csoport már kiterjesztette kutatásainak körét Észak-Irakra és Libanonra is. Azaz a szerény egy személyes vállalkozásból már egy széles körű nemzetközi jelentőségű kutatóhálózat épült ki. Ennek a folyamatnak természetesen méltathatnánk a tudományos hozadékát, és tulajdonképpen a házelettsági tanácsadat, de ezt majd az arra fölkészült emberek megtehetik, ha az ásatások eredményei megfelelő mennyiségű és minőségű kötetben fognak rendelkezésükre állni. Ma és a mai különleges körülmények között inkább a dolog politikai jelentőségét tudjuk fölbecsülni. Szíria ugyanis nem saját polgárainak, hanem külső arab és nem arab közalak elhatározásának a következtében előbb polgárvá bogorosodott, majd egy széles körű nemzetközi konfliktus közepébe került. De az ország jó része romokban ellen, lakosai millió számra hagyták el a lakhelyüket, vállalva a menekült sorsot, illetve a menekült sorsot egyik járó tengeri szenvedést a szomszédos országokban. Ebben a helyzetben ennek a kutatócsoportnak a jelenlétét Szíriában többet ér minden politikai szolidaritás nyilatkozatán. A kutatócsoport tagjai ugyanis önként vállalják azokat a veszélyeket, amelyekkel az otthon maradt szíriaiak nem térhetnek ki, azaz osztoznak a háborús nyomot a szíriai népsorsára. Ha belegondolunk abban, hogy az európai országok csalóka reményeket érezte az ország lakosaiban, Európára csalogatták őket azzal, hogy itt szükség van rájuk, illetve megfelelő védelmet és ellátást kapnak, de ekközben azt mondogatják, hogy a munkaerőpiacon fölöslegesnek bizonyult embereket hogyan is mikor osztják meg szét, illetve küldik haza, akkor beláthatjuk, hogy a magyar régészek csoportjának szíriai kutatásai miért jelentősek erkölcsi szempontból. Jelenlétünkkel és munkájukkal ugyanis azt bizonyítják, hogy az ország érdekes és értékes a mi számunkra is. Múltját és kultúráját mi is felbecsüljük és sajátunkként érezzük. Érdemes tehát azt az országot szeretni és ragaszkodni hozzá, áldozatokat vállalni. Major Balázs vezetésével tehát a csoport végzi a maga természetes munkáját, azaz régészeti kutatásokat folytat, és ezáltal hozzájárul a magyar tudomány eredményeinek a gyarapításához. E kötelesség teljesítését azonban a mai világban erkölcsi értelemben messze túlmutat önmagát. A munka folytatása ugyanis ma szokatlan veszélyek és nehézségek vállalásával is jár, és így akaratlanul bátorítást jelent egy népnek most új és megpróbáltatása idején. Akaratlanul egy európai kutató vezetésével működő európai kutatókból álló csapat kiállást jelent egy olyan ország ellen, amelyet a kétes értékű európai külpolitika tévedései következtében súlyos csapások értek. És miután az előző évben a kereszténységről több szó esett, csak szavai magyarázatra két hat hiszem, de ennek az európai politikának az eredménye a majdnem 2000 éves iraki kereszténység majdnem teljes elszámolása, és ugyanez a sor már arra a szíriai kereszténységre, amely 2000 év óta követlen pillanatban az országban, és amelyikben Szent Pál jövőjén volt. Tehát Szent Pál ideje előtt jött létre ez a keresztény társaság Szíriában, amely ugyan nyelvet váltott, de személyi folytonosság megvan a keresztények között, és Európa beavatkozása következtében fogadja. Major Balázs tevékenysége már egy személyes jóvátétel sokkal súlyos bűnei. Több hasonló vállalkozásra lenne szükség, mert ezek képezik az erkölcsi és a kulturális utat Európa és Szíria között. És ezek lehetnek azok a momentumok, amelyek miatt remélhetjük, hogy egyszer talán a szíriaiak megbocsátják az európai